egész életemben arról álmodoztam, hogy egy egész teljes családban, kettő vagy három kisgyerkőccel, két kutyával megöregszem majd, és majd jönnek az unokák, stb. Tehát én abszolút egy teljes családot álmodtam meg magamnak, álmodtam egy világot magamnak annak idején, és nagyon fontosnak is tartom az apa szerepet. Csak az a helyzet, hogy akkor, amikor van egy olyan élethelyzet, hogy tulajdonképpen meghozod azt a nagyon komoly döntést, hogy üljek, hogy nyugodtan kiveheted a hátad. Köszönöm. Érezd jól magad. Köszönöm, igen. Tehát akkor, amikor van egy olyan élethelyzet, hogy te azt érzed, hogy inkább belevágsz ebbe a nagyon nagy kihívásba és ebbe a nagyon új világba egyébként, ugye, mert hogy én úgy jöttem vissza Rómából, hogy Patrik 4 hónapos volt. Akkor, amikor te meghozol egy ilyen komoly és nagyon felelősségteljes döntést, akkor igenis, hogy át kell, hogy értékeld azt, hogy mi a legjobb a kicsinek elsősorban. Aztán, mivel rettenetesen fontos az anya is a gyerkőcnél, az anyának is, és én meghoztam ezt a döntést annak idején, és voltak nehezebb időszakok, voltak sokkal könnyebb időszakok, viszont úgy gondolom, most azt tudom nektek mondani, 6,5 éves Patrik, és hogy jól döntöttem.